van, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, hivatal dolgozóit, alpolgármester asszonyt, dr. Bukács Anna Nádi aljegyző asszonyt, meghívott kedves vendégeinket és a kedves televízió nézőket. A jelenlét hív alapján megalapítom, hogy a testület tagjai közül megjelent 8 fő, távolmaradását bejelentette Molnár Pál, Karcagnőr Zoltán és dr. Lukács László képviselő urak. Az ülés határon képes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket az alábbi kiegészítéssel. Pont napirendi pontra teszek, felvételére teszek javaslatot, mégpedig előterjesztés a téglagyári Halascsó Nagykó Horgász Egyesület részére történő haszonkölcsönbe adására. Aki a pótnapi rendi pont felvételével egyetért, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Van-e valakinek napirendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, a teljes napirendet teszem fel szavazással, aki tudja támogatni, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Jelenkezést nem látok, így javaslom, hogy kezdjük meg a napirendi pontok megtárgyalását. Gyanítom, hogy a bizottságok a testület előtt átvágták ezeket az előterjesztéseket, és a tegnapi napon a gazdasági tanácsadó testület is jó részét megtárgyalta. Első napirendi pontunk előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megalapításáról szóló 6/1996 rendeletének módosításáról. Tisztelt képviselőtestület, mind az Eszen gyermekétkeztetési Kft., mind pedig az Eurókereskedelmi Szolgáltató Kft. Egyaránt azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy az étkeztetés nyersanyag normájának eddig 60%-os mértékben megalapított rezsiköltségét 75%-ra emeljük. Miután 2008 óta nem történt emelés sem, a nyersanyag norma sem a rezsiköltség vonatkozásában a kérés indokolt, javaslom az elfogadását. Vitára bocsájtom az előterjesztést, van a kérdés, hozzászólás, vélemény. Ügyrendi bizottság támogatta. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, tehát a bizottságok támogatták az előterjesztést, ha mi is tudjuk támogatni, jelezik, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Második napirendi pontunk előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2002 rendeletének módosítására. Tisztelt képviselőtestület, a Kádor György iskola tanulóinak iskolaorvosi ellátásáról szól ez a történet, önkormányzati feladattá vált. Dr. Vasi Éva házi gyermekorvos vállalja a Kádor György iskola tanulóinak iskolaorvosi ellátását, köszönet ezért. Így mindenképpen kell módosítanunk a határokon. Az iskola tanulói a kettes számú iskola egészségügyi ellátási körzethez kell, hogy csatolódjanak. Erre teszek javaslatot, és vitára bocsájtom az előterjesztést. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Innen is köszönjük dr. Vas Éva doktornőnek azt, hogy elvállalta és bevállalta ezt a nem könnyű feladatot. Ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Harmadik napirendi pontunk előterjesztése a Karcagvárosban működő helyi választási bizottság tagjainak és pottagjainak megválasztására. Mint ahogy mindannyian nagyon jól tudjuk, a Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2014. október 12-ére tűzte ki. A helyi választási bizottság 3 tagját és legalább 2 pótagot a települési önkormányzat képviselőtestülete választja meg. Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt, aki Róda Sándor jegyző úr.
a helyi választási bizottság tagjainak és pótagjainak személyére a határozatban foglaltak szerint teszek indítványt, ennek megfelelően a bizottság tagjainak javaslom dr. Cimbalmos Róbertet, dr. Farkas Flórián, dr. Mihály Lászlót, pótagoknak Szentesi Lajos, illetve Nyíri Lászlót. Vitára bocsájtom ezt az előterjesztést, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen, nem, tartozkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Negyedik napi rendi pontunk, hasonló az előzőhöz, előterjesztés a Karcag városban a nemzetiségi szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjainak és porttagjainak megválasztására. A választási iroda vezetője Karcag település nemzetiségi szavazókörének számát, sorszámát, területi beosztását, valamint a szavazóhelyiség címét a következők szerint állapította meg. Egy ilyen szavazókör lesz a városban, a száma 800-as, a szavazókör területe megegyezik Karcag település közigazgatási területével, és a Balrút 8 szám alatt lesz kijelölve ez a szavazókör. Az előzőekhez hasonlóan a képviselőtestület dönt a tagokról és a póttagokról. Tagoknak javaslom Benéné Kecskeméti Anna, Kacsándi Anikó és Kásháné Antal Máriát, póttagnak Víg Imrénét. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, szavazzunk, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Ötödik napi rendi pontunk. Előterjesztés a Városháza és a Sportcsarnok napelemes rendszerrel való ellátására vonatkozó környezet és energia operatív program keretében kiírt pályázatban való részvételre. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, lehetőség van napelemes rendszer kiépítésére nyert pályázat esetén. A két megcélzandó intézmény a Városháza, illetve a Sportcsarnok. Minimum 20, maximum 50 millió forintra lehet pályázni, a magasabb értéket céloztuk meg, ha nem is pontosan 50 milliót, de nagyon közelítettünk hozzá. 100%-os támogatottságú a pályázat, javaslom, hogy támogassuk ezt a dolgot, a pályázaton való részvételt. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás? Jelentkezés nincs. Az összeghatára való tekintettel név szerinti szavazást szeretnék kérni. Molnár Pál hiányzik, Kovács Sándor. Igen. Kovácsné Kerekes Katalin. Igen. Gyurcsek János. Igen. Én igennel szavazok. Kalcagi Nagy Zoltán hiányzik, Csányi Sándor. Bánt Ildikó. Igen. Andrási András. Igen. Dr. Lukács László hiányzik, Dr. Kapusi Lajos. Igen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a testület egyhangulat támogatta az előterjesztést, a pályázaton való részvételt. Hatodik napi rendi pontunk, előterjesztés a Kumadarasi 0464/20 helyrajzi számú ingatlan ingyenes ingatlan átruházási szerződés keretében történő tulajdonba vételére. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, a törvényi kötelezettség betartása, valamint a rendezett tulajdonviszony megteremtése érdekében célszerű a földterület ingyenes tulajdonba vétele. Egy kútról, egy ivóvíz kútról van szó. Van egy kérdés, hozzászólás ehhez? Amennyiben így szavazzunk, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadásra. Hetedik napi rendi pontunk. Előterjesztés a Jászlókun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére eszközfejlesztésre szükséges pénzeszköz adományozásáról. Tisztelt képviselőtestület, a közelmúltban megkeresett a megyei katasztrófavédelem igazgatója és munkatársa, amely és jelezték, hogy miután nagyon-nagyon sok és drága eszközzel dolgoznak, időnként szükség van ezeknek a pótlására, javítására, amire kevesebb a forrásuk a kelleténél, így az önkormányzatok segítségét kérik. Én úgy gondolom, hogy a mindenkori képviselőtestület
szívügyének tartotta régen a tűzoltóság, most pedig már a katasztrófa védelemnek a fejlesztését, segítését, támogatását, és annak ellenére, hogy nem önkormányzati finanszírozású a katasztrófa védelem, magunkénak kell, hogy érezzük, hiszen a lakosság érdekében végzik nem könnyű munkájukat, hivatásukat, ráadásul a városunk mellett halad át egy nagyforgalmú főút, illetve hasonlóképpen nagyforgalmú vasútvonal, ahol bármikor történhet olyan probléma, baleset, amikor a katasztrófa védelem beavatkozására szükség van. De még egyszer mondom, a Karcag lakosságának az érdekét is segíti az, hogyha mindig korszerű, modern és működőképes felszereléssel rendelkezik a katasztrófa védelem. Egészen pontosan gázérzékelő műszerek és lézsár leszorítók beszerzésére, valamint hidraulikus feszítővágók felújítására kérik a pénzt. Javaslom, hogy az önkormányzat, illetve a képviselőtestület 1,5 millió forinttal támogassa a katasztrófa védelmet, a helyi katasztrófa védelmet a 2014-es költségvetés terhére. Vitára bocsájtom a napirendet, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem, tartózkodás nélkül fogadtuk el, köszönöm szépen. 8. napirendi pontunk, előterjesztés a Karcag Tilalmasi Mezőgazdasági Korlátor Felelősségű Társasággal kötendő, a társaság tulajdonában lévő kutak és vízhálózat bérletéről szóló 99/2014 számú határt módosítására. Tisztelt képviselőtestület, több esetben tárgyaltuk már ezt a dolgot, egy határidő módosításra teszek javaslatot, a határidőt 2014. október 31-ig hosszabbítsuk meg, remélhetőleg akkorra valóban elkészülnek azok a dokumentumok, amik szükségesek a kutak elkészítéséhez, illetve a vízhálózathoz való csatlakozáshoz. Hangsúlyozni szeretném, hogy a gazdasági víz ellátás nem önkormányzati feladat. Nagyon bölcsen és nagyon nagyvonalúan járt el eddig a képviselőtestület, amikor két területet is megelőlegezne az ott élőknek, visszatérő támogatást nyújtva, egyrészt a kutak fúrására, másrészt pedig a szükséges berendezések megvételére. Ahhoz, hogy a kutak megfúrásra kerülhessenek, ahhoz viszont tervek kellenek, és ezt az ott élő embereknek kell előkészítetni és megfinanszírozni. A határidő módosítását, kitolását ez indokolja. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatban? Tisztelt képviselőtestület, én úgy gondolom, hogy ennél többet már nem tud a város nyújtani, tehát kiszámoltuk, nagyon komoly összeget emészene föl az, ha még ezeket a terveket is az önkormányzat saját maga vállalná el ezeknek az elkészítését. Lehetőségeink ezt nem biztosítják. Jelenleg, még egyszer mondom, nem is kötelező feladat ellátásáról van szó. De természetesen az ott élőkön mindenképpen szeretnénk segíteni. Reméljük, hogy a kinyújtott kéz elfogadása találtát, megragadják ezt a lehetőséget az ott élők. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Javaslom az előterjesztés támogatását, elfogadását, aki ezzel egyetért jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül, egyhangulat fogadtuk el. 9. egyben utolsó napirendi pontunk, előterjesztés a téglagyári halacsó Nagykú Horgász Egyesület részére történő haszonkölcsönbe adására. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy 2014. szeptember 1-től határozottan ideig haszonkölcsönbe adja az önkormányzat a halastavat a Nagykun Horgász Egyesület részére, valamint javaslatot teszek arra is, hogy a szükséges vízjogi felmaradási engedély megszerzéséhez nyújtson az önkormányzat az Egyesület számára 290 000 forint összeget, szintén a 2014 éves költségvetés terhére.
ezzel tudjuk támogatni ezt az egyesületet, mint ahogy sok más egyesületet és civil szervezet támogatunk hasonlóképpen. Van-e hozzászólás, kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban? Nem túlságosan gazdag egyesületről van szó, viszont igen sokan hódolnak ennek a szenvedélynek, a horgászatnak, pecálásnak, ami kiváló szabadidő, szabadidő sport, javaslom, hogy támogassuk őket. Egyébként a haltelepítés kerülhet veszélybe, hogyha ez az összeg nem áll rendelkezésükre. És egyben tolmácsolom az egyesület elnökének a meghívását a augusztus 19-i horgászversenyre. Nagyon sok szeretettel várja és látja a képviselő hölgyeket, urakat ezen a horgászversenyen. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, szavazunk, aki támogatja, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül. Egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Viszont képviselő hölgyek, urak, köszönöm, hogy ebben a nagy melegben soron kívül testület ülése rendelkezésünkre tetszettek állni. Olyan napirendi pontokat kellett megtárgyalnunk, ami valóban nem tűrt halasztást. Bejelentem, hogy a napirendi pontok megtárgyalásának a végére értünk. Legközelebb 2014. szeptember 25-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselő testület a rendes ülésen. Egyébként az ünnepi önkormányzati ülésre augusztus 20-án kerül sor. Bizonyára mindenki megkapta a meghívót, sok szeretettel látunk mindenkit arra a rendezvényre is. A soros testületi ülése van valakinek napirendi ponti javaslata? Mármint a szeptember 25-eire. Ha nincs, akkor még egyszer köszönöm a megjelenést, további szép napot kívánok mindenkinek, az ülést bezárom.